Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Majd beszélgető társam Regőci Krisztina. Nagy szeretettel üdvözöllek, szia! Szia, jó estét kívánok! És azt gyorsan elmondom a hallgatóknak, hogy mielőtt bekapcsoltuk volna a mikrofonokat, ezt megbeszéltük, hogy degeződve beszélgetünk. De azt gondolom, hogy hát semmit nem változtál. Ugyanolyannak látlak, mint mindig. Így aztán... ez borzasztó jó érzés, nagyon szépen köszönöm. Igyekszem is mindent megtenni annak érdekében, hogy ne sokat változzak, de hát amit tőlem telik, az van. Amit aztán az idő megtesz, azt megteszi. De hát akkor gondolom ez alapján, hogy meg is ismernek rendszeresen az utcán. Igen, hála Istennek, ez egy csodálatos érzés. Én ezt úgy hívom, hogy Krisztikéznek, mert megyek vásárolni, vagy az utcán, vagy akárhol, és tényleg megismernek, és aranyosak az emberek, és simogatnak, és ez egy olyan fantasztikus érzés. Éppen ma délelőtt volt nálam Sallai Bandi. De jó! És szóba került ez, hogy mennyire aranyosak az emberek, és hogy ez nekünk egy micsoda csoda tulajdonképpen. Mert hát ugye tegnap előtt volt, én mindig ezt mondom. És hogy emlékeznek az emberek, és olyan történetek jönnek elő, hogy tényleg szívet, lelket melengető dolgokat hallunk így a régmúltból. De hogy annak kapcsán, hogy ti ott miket értetek el, vagy hogy milyen érzéseket adtatok, vagy milyen élményt adtatok az embereknek? Igen, tehát sorra mesélik, hogy attól függ, hogy melyik korosztály. Aki ugye nagyjából velünk egyidős, az mondja, hogy hű, végig szurkolta az éjszakákat, és nem teljesen mindegy volt, hogy meddig tartott, és másnap reggel a villamoson beszélgettek az emberek, hogy hú, de álmos vagyok, de végignéztem. Aztán a következő korosztály mondja, hogy igen, ott ültem a nagymamámmal, mert ő mindig akarta nézni. Aztán ilyen édes történet. Az egyik kedvencem az, amikor egy nagyon helyes hölgyel találkoztam lent vidéken. Aki azt mesélte el nekem, hogy az ő falujukban még akkor nem volt televízió, és egy sötét erdőn kellett keresztül menjenek este a szomszéd faluig, hogy ott meg tudjanak nézni minket. De gondolom, akkor nem egyedül ment. Hát de valószínűleg nem, de ilyen csoda, tényleg szívet melengető történetek jönnek. Talán kicsit tiszteletlen voltam, hogy nem is mondtam, de azt gondolom, hogy nem is kell mondani a hallgatóknak, hogy hozzá kellett volna tennem, hogy Regőci Krisztina műkorcsolyázó, világbajnok, olimpiai ezüstérmes, de gondolom, ezt mindenki tudja, nem? Tehát, hogy nem kell már ezt hozzátenni. Ezt nem tőlem kellene kérdezned, de azt hiszem, igen. Ez egy más világ volt akkor, ugye egy tévécsatorna volt, hétfőn adásszünet, szóval az emberek sokkal inkább követték a sportot, és azt hiszem, hogy minket megszerettek, és úgy végig kísérték a pályafutásunkat. Úgyhogy azt hiszem, aki a nevünket elismeri, az tudja, hogy nem igen, a rögbihez kell kötni minket. Egyből tudja a sportágat is. Én megmondom őszintén, ezt egyből itt az elején bevallom férfiasan, én nem tudok korcsolyázni. Próbáltam gyerekkoromban, de nem sikerült. Épp ezért aztán még nagyobb csodálattal nézem azokat, vagy figyelem azokat, akik tudnak. Ez nem késő, ez soha nem késő. Soha, tehát elmúltam 50 éves, 53 vagyok. Abszolút nem késő. Nekem az egyik kedvenc tanítványom, akkor éppen Bostonban dolgoztam, ott voltam jégtáncedző, és délutánonként besegítettem a klubnak egy kicsit, és oda jött hozzám egy apáca. Aki 87 éves volt, és azt mondta, hogy ő neki még rengeteg terve van az életben, és az egyik közüle az, hogy ő szeretne megtanulni korcsolyázni, és szeretné, ha én tanítanám. És siker volt? Sikerült? És olyan siker volt, hogy nem csak, hogy csuszikálni megtanult, de tényleg nagyon szépen, és élvezte is. Úgyhogy ez számomra egy olyan sikerélmény volt, mert ugye az ember elkezd tanítani a versenyzés abbahagyása után, akkor persze versenyzőkkel foglalkoztam, ahol hát a minőség, meg na mindegy, szóval... Tehát akikkel akkor foglalkoztál, ők már tudtak korcsolyázni. Ők már tudtak korcsolyázni, és egy nyelvet beszéltünk ennek a hölgynek. Ez egy külön kihívás volt, hogy elmagyarázzam, hogy most akkor melyik testrészével mit, meg hogy koordináljon, és nagyon édes volt, és nagyon lelkes volt, és a teljes apáca felszerelésben ott korizott velünk a jégen. És ő amerikai volt? Igen, igen. És egy amerikai apáca is tisztában volt vele, hogy ki a Regőci Krisztina?
Igen, aki az arra a jégpályára jött, az igen. Mert ezen én sokat gondolkodtam, hogy nekünk nyilván teljesen egyértelmű itt ebben a régióban, és főleg Magyarországon, hogy tudjuk, hogy ti kik vagytok. De hogy ezt a világban, tehát hogy mennyire ismerték titeket a világban annak idején? A világbajnokság és az olimpia után elég sokszor megismertek minket kint is. Amerikában is, ugye az olimpia miután Lake Placidben volt, elég nagy visszhangja lett annak, hogy nem mi nyertük meg az olimpiát. Erről majd külön szeretnék vele beszélni, mert ez fájóban még nekem is, nem, hogy neked vagy nektek. Úgyhogy elég sokan. Aha. Bandinak van erről egy-két nagyszerű története, mert ő szeretett egy kicsit gyorsabban közlekedni, mint Amerikában illett volna. És megérkeztünk, már nem tudom, hogy a melyik városból a melyik városba, mert a revűzés alatt keresztbe kasul bejártuk Amerikát, és levillogott minket egy rendőrautó. És hát a szokásos papírok, ez az amaz, és nézegeti, egyszer úgy benéz, még nézegeti a papírokat, egyszer megszólal, hogy nem maguk azok. Úgyhogy ezek után nem kaptuk meg a büntetést. De jó. Regőci Krisztinával beszélgetünk, azt már elárultam, hogy nem tudok korcsolyázni, sőt, én arra is megkérlek téged, hogy a műkorcsolya és a jégtánc közötti különbséget azt meséld el nekünk, hogy egyáltalán van-e. Mert azt tudom, hogy ti egy jégtánc páros voltatok, de a műkorcsolya volt a szakág, amiben, vagy nem tudom, a műfaj, amiben, vagy sportág, amiben ti indultatok. Igen. A műkorcsolya ez egy összefoglaló név. Magában foglalja a női egyéni műkorcsolyát, a férfi egyéni műkorcsolyát, a páros műkorcsolyát, a jégtáncot, és most már a szinkronkorcsolyázást. Tehát ezt mind műkorcsolyának nevezzük. Egyértelmű, de a ti időtökben is volt szinkronkorcsolyázás? Akkor nem még nem. Akkor kezdődött, amikor mi abba hagytuk. Úgyhogy a férfi-női egyéni az egyértelmű. Igen. A páros műkorcsolyázás az általában egyéniző fiúk-lányok jönnek össze, avval spékkelve, hogy ott ugyanúgy vannak az ugrások és a forgások, de vannak a nagy emelések. Ebben különbözik a jégtánc, ami a nevében is benne van, hogy mi táncolunk a jégen, nincsenek fej feletti emelések, viszont meg kell próbáljuk a táncok karakterét visszaadni a csúszós jégen. Igen, arra emlékszem, hogy ott nem voltak ilyen kötelező dupla leszúlt Rydbergen, nem tudom ezeket a szakszavakat, hanem ott tényleg a koreográfia mélyensége számított. Ez így van, hogy tudtuk a zenét a koreográfián keresztül visszaadni. És ott semmi kötelező elem nem volt? Például nem volt kötelező zene? Vagy mondjuk a hossza volt megadva egy kűrnek? Hú, nagyon mélyekre megyünk. Több részből áll vagy állt még a mi időnkben, még több részből voltak az úgynevezett kötelező táncok, amiket úgy kell elképzelni, hogy voltak keringők, tangók, foxtrot, és ezeknek a különféle változatai. És ezekből kellett minden versenyen kettőt, illetve hármat előadnunk. Azt vagy előre megmondták, ez már később volt. Amikor elkezdtünk korizni, akkor még rengetegből, 30-ból ott a helyszínen sorsolták ki, hogy kettőt vagy hármat kellett korizni. Aztán később megmondták előre, aztán később egy szezonra megvolt, hogy a melyik három kötelező táncot kellett előadni. Ezek után jött az úgynevezett egyénileg alkotott tánc, amire megszabtak egy ritmus. Tehát, mit tudom én, idén egy keringőt kellett csinálni, a következő évben egy szambát, aztán egy tangót, és ezt egy bizonyos időhatáron belül, és később még azt is megmondták, hogy ebben milyen elemek kellenek, hogy belekerüljenek. Kellett bele egy forgás, egy lépéssor, egy emelés, egy karakterlépéssor, és akkor a harmadik volt a kűr, ami ugye az a szabadon választott, és ott az ember a szabályokon belül azt csinálta, amit a koreográfia és a zene diktált. Néha csapongok ide-oda megyek, de jutnak eszembe újabbnál újabb kérdések, hogy az például akkor hol dől el, hogy egy korcsolyázni tudó, tehetséges emberből, lányból
jégtáncos lesz, műkorcsolyázó lesz, egyéniben indul, párosban indul, az hol dől el? Azt egyénileg te döntöd el? Hát én személy szerint beleszerettem a jégtáncba. Én elég komolyan zongoráztam, és drága nagyikám éhségsztrájkot rendezett, amikor bejelentettem, hogy a zongora helyett a jégtáncot választom. Engem elvarázsolt a korcsolyának a siklás, a zene és a korcsolya összhangja és kapcsolódása, és ebben annyi kifejezési eszköz és lehetőség volt adott, amit én sokkal nagyobb kihívásnak éreztem, mint csak a zongorát, idézőjelben a csakot. Erről megint egy kérdés eszembe jut, hogy ma már ilyen teljesen egyértelmű, hogy az ember bekapcsolja az internetet bármilyen eszközön, bekapcsolja a televíziót, és a kis szerencséje van, akkor láthat műkorcsolyát, jégtáncot, korcsolyát, rá tud keresni az interneten. De akkor talán kimondhatjuk, hogy a 60-as években egy kislány hogy tud beleszeretni a jégkorcsolyába? Hát hol találkoztál, vagy a jégtáncba, bocsánat, hogy hol találkoztál te ezzel egyáltalán? Már akkor voltak közvetítések. Aha. Ugye a bírók ott ültek a jég szélén, effektíve a jég szélén, és húzogatták ki a hatos pontokat. Vitrei Tamás közvetített, tehát lehetett látni, de ez nálam úgy történt, hogy mindent csináltam, amit belül lehetett. Tehát balettezni jártam, nagyapával művészi tornázni jártam, zongoráztam, és állandóan beteg voltam. Hol a torkom fájt, hol ez volt, hol az volt, és a családi kupaktanács úgy döntött, hogy egy kicsit levegőre kéne vinni a gyereket. Hát mi volt adott abban az időben? Adott volt az iskola udvar, amit felöntöttek, és akkor még olyan telek voltak, hogy bizony hónapokon keresztül lehetett korcsolyázni. Így indult, aztán innen kikerültünk a műjégre nagyapával, és a műjégen kihaláztak. És a kihaláztak az azt jelenti, hogy valaki felfedezte? Igen. Ez, látta a tehetséget benned? Hát nem tudom, hogy a tehetséget látta-e, vagy a lehetőséget, hogy egy újabb tanítványt szerezzen, ezt nem tudom. De lényeg az, hogy kikerültem a kis stadionba, és akkor ott már egyértelművé vált, hogy tánc. És aztán egy pár hónappal később megismerkedtünk Bandival, és aztán az is egyértelművé vált, hogy mi csak együtt akarunk korizni. Én mindig visszakanyarodok ehhez, mert hogy ez annak idején, hát te is mondtad, hogy voltak olyanok, és ez már a 70-es évek, amikor nem volt egy faluban tévé, és a szomszéd faluba kellett átsétálni. És arra is emlékszem, hogy még én is néztem úgy a 70-es években, 70-ben születtem, hogy nekünk nem volt színes tévénk, és hát Vitrai Tamás mindig elmondta, hogy milyen színű ruhában állnak ott a hölgyek, hogy mit látunk egészen pontosan, mert tudta, hogy az ország egy jelentős része fekete-fehérben nézi. És azt nem tudom, hogy nektek volt-e tévétek, és ott láttad, vagy valahol egy szomszédnál, ismerősnél, rokonnál, meg hogy egyáltalán voltak-e előttetek híres magyar jégtáncosok, akikre mondjuk, mint példakép lehetett tekinteni? Sok kérdés egyszerre. Igen, mi nagyon szerencsések voltunk, nekünk volt televíziónk, és kikönyörögtem, hogy megnézhettem akkor is műsorokat, és Korda Györgyi és Vásárhelyi Pál voltak, akik Európa bajnokságon negyedik helyezettek voltak, ők voltak a nagy példaképek, és akkor indult be tulajdonképpen a jégtánc. 52-től regisztrálják a jégtáncot külön, és hát akkor voltak ezek a nagy legendák, akikre mi gyerekkorunkban felnéztünk, főleg Angliából jöttek ezek a versenyzők, akik Európa és világbajnokságokat mind megnyertek, és hát nekünk azért is volt egy óriási dolog aztán, hogy angol edzőkkel dolgozhattunk egy kicsit, aztán egy picit többet később, mert hát Anglia volt a jégtánc hazája. És most? Most nem tudnám megmondani, hogy mi a jégtánc hazája. Volt egy időszak, amikor nagyon lehetett azt tudni, hogy ha az ember lement egy nemzetközi versenyen vagy világversenyen a pályára, hogy ránéztünk egy párra, és nagyjából a stílusukból, az egyéniségükből, a karakterből, amit hoztak, lehetett tudni, hogy honnan jönnek. Aztán jött a szovjet időszak, aztán jött az, hogy felbomlott a Szovjetunió, és rengeteg szovjet edző világgá ment tanítani, és akkor elkezdett egy picit inkább hasonlóvá válni a stílus.
És akkor már nem lehetett felismerni. És akkor már nem lehetett annyira felismerni, még mindig voltak és vannak karakterjegyek, amiket úgy lehet tudni, meg bizonyos korcsolyázási stílusok picit másképp néznek ki a kanadaiak, meg az amerikaiak, meg természetesen az oroszok. Ahol a mai napig is a balett alap az nagyon látszik a versenyzőkön. De most már úgy nem tudnám megmondani, hogy igazán mi a jégtánc központja. Regülci Krisztinával beszélgetek, annyira érdekes világ az, amit most elmesélsz, és ráadásul tényleg ezt gondolom, hogy annyira különlegesek és egyediek voltatok, hiszen 9 alkalommal ti lettetek a magyar bajnokok, hogy volt-e még valaki rajtatok kívül így utólag, akik sajnos pont abban az időben voltak a második, harmadik, nem tudom hányadik helyen, amikor ti uraltátok a világot? Természetesen voltak. Hála Istennek a mi időnkben ez nem fordult elő, hogy nem tudták megtölteni a dobogót egy magyar bajnokságon. Voltak, természetesen voltak, de mi nagyon harcoltunk, és ez azt hiszem, hogy a családi háttereknek köszönhetjük, hogy mi nagyon előre és kifelé néztünk. Tehát mi mindig azt szerettük volna, hogy sokkal jobbak legyünk, és nem volt elég a környezet, tehát minket mindig húzott az, amit egy versenyen láttunk, hogy oda szeretnénk jutni. Nyilván ez is egy sport volt. Bocsánat, a túl mélyre megyek, vagy túl szakmai kérdéseim vannak, de ezek jutnak eszembe. Élsportolók voltatok. Ezzel foglalkoztatok csak, vagy nektek volt mellette munkahelyetek, és a munka után mentetek gyakorolni, edzeni? Hogy működött ez annak idején? Elég fiatalon kezdtük, úgyhogy én még bőven általános iskolás voltam, amikor az első 2 junior bajnokságot megnyertük. És aztán nagyon szerencsénk volt, mert az én nagyapám a Vörösmarty gimnáziumnak volt a testnevelő tanára, onnan ment nyugdíjba, és egyértelmű volt, hogy mind a ketten Bandival is oda mentünk gimnáziumba, ahol nagyon-nagyon nagy segítség volt nekünk az, hogy megengedték tanárikkal egyetértve, hogy mi a negyedik óra után, 3:45-12-kor eljöhettünk, mert 12-től 2-ig volt délben az edzés. És az is óriási segítség volt, hogy nem kényszerítettek bele abba, hogy magántanulók legyünk, hanem rendesen 8-tól 12-ig bejártunk, annyi könnyebbséggel, hogy jelentkezhettünk, hogy tolig egy anyagrészből felkészültünk, és ott az osztály előtt feleltünk, és volt a számonkérés. Tehát tanulni de azért kellett. Tanulni azért kellett, tehát ugyanúgy benne maradtunk a körforgásban. Aztán később, az volt az életem egyik legnehezebb 2 éve, amikor a Fogorvostudományi Egyetemre jártam, és az olimpiára készültünk. Az nagyon kemény volt, azt nem is tudom, hogy éltem túl, de hát annak az vetett véget, hogy Donát professzor behívta édesanyámat, és közölte vele, hogy kedves asszonyom, vegye tudomásul, hogy az ön lányának is csak egy hátsója van, amivel csak egy lovat lehet megülni. De és akkor dönteni kellett? És akkor dönteni kellett, illetve hát adott volt, hogy az olimpiára készültünk, úgyhogy kértem egy év halasztást. És nyilván megadták. Megadták, de hát sajnos annak az lett a következménye, hogy ugye olimpia éve, akkor utána elmentünk revűzni, úgy gondoltuk, hogy egy évet azt szerveztük. Ahhoz kértem még egy év halasztást, amit szintén megkaptam, és aztán annyira tetszett a revűs élet, és annyira szép volt, és más volt, és bejártuk Amerika keleti partját, és a következő évben ment át a műsor a nyugati partra, hogy úgy gondoltuk, hogy na akkor maradunk még egy évet, megint kértem egy év halasztást, megint megkaptam. Csak azt nem mondták meg nekem, hogy amikor hazajöttem, és szerettem volna folytatni a tanulmányaimat, akkor mondták, hogy tárgykarokkal várnak, de kezdjem előről az egészet. És akkor úgy voltam vele, hogy a békafejezést, meg az anatómia, meg az élettan, meg mindenféle gyakorlatok, akkor ez sajnos kimaradt az életemből. Aztán az is eszembe jut, hogy ma már kis túlzással minden sarkon van egy jégpálya, a plázákban jégcsarnokok épülnek a különböző egyesületeknél. Akkor a ti időtökben valószínűleg ez nem így volt, tehát bárhova nem lehetett elmenni, gyakorolni.
Hova mentetek, amikor 3-4-12-kor kiengedtek titeket az iskolából? Mi úgy kezdtük, hogy a kis stadionban korisztunk, aminek hát ugye nincs teteje, és dőlt a nyakunkba az áldás, meg a szél. Sokszor olyan szél volt, hogy a pályán egyik irányba alig értünk el a palánkig, a másik irányba visszafele, meg úgy kellett fékezni, hogy ne csapódjunk be a palánkba. De ez télen, és akkor télen, amikor jobb idő volt, akkor nem volt jég a kis Folytatom. Aztán jött, nagyon nagy szerencsénkre jött a sátor, ami lenáris fölé, de a sátrat is úgy tartották életben, hogy fújták be kintről a hideg levegőt. Uh-huh. Tehát amikor kint volt mínusz akárhány, akkor azt a mínusz akárhányat fújták be. De legalább fedett volt. Úgyhogy a mi időnkben itthon nem volt még fedett pálya. Az egyedüli nemzet voltunk a világban, aki úgy indult világversenyeken, hogy nem volt fedett pályánk. Ebből adódik az, hogy ugye mikor márciusban kisütött a nap és fölmelegítette a sátrat, akkor elolvadt a jég, és attól kezdve mentünk, ahová befogadtak. De például hova lehet menni? Külföldre kellett menni? Külföldre kellett menni. Nagyon sokat kaptunk lehetőséget Prágában, rengeteget kaptunk Chemnitzben, amit annak abban az időben még Karl Marx-stadtnak hívtak, Kelet-Németországban. Amikor ott a versenyzők abba hagyták este 6-7-8 órakor, és szabaddá vált a jég, akkor mi fél lámpával maradhattunk egy pár órát, és úgy tudtunk korizni. De akkor ezt kizárólag a versenyekre való készülődés időszakában, vagy ezért ki kellett oda költözni, vagy ez hogy működött akkor? Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye az egész világ és az összes ellenfelünk már fedett pályán készült. Igen. Tehát példának akkor Csehszlovákiában már több mint 200 fedett pálya volt. A Szovjetunióban nem tudom mennyi. Hát nyilván. Jóval több, igen. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kihívás volt nekünk, hogy készüljünk, hol készüljünk. Minden kiskaput megragadtunk, tehát mi ugyanúgy végig tudtuk csinálni a programunkat szárazon, megpróbáltuk a koreográfiákat szárazon elképzelni. Nehéz volt, mert nem tudtuk, hogy ez lendülettel, hogy megy, milyen irányba megy, szóval sok munka volt aztán ezt jégre tenni, de próbáltunk előkészülni, amennyire csak lehetett. Regülci Krisztinával beszélgetek, és azért jövök ezekkel a technikai kérdésekkel, mert az is tök természetes, hogyha ma valaki korcsolyát akar húzni a lábára, akkor bármelyik sportboltba bemegyek, akár télen, akár nyáron, és vásárolok. És nem tudom nagyon elképzelni, hogy ez a 70-es években mondjuk nagyon sokféle korcsolyát, és főleg a 60-as években meg még inkább sokféle korcsolyát lehetett kapni. Vagy akkor ez hogy működött? Ti honnan szereztétek be azokat az eszközöket, amik a külföldi versenyzőknek nyilván megvoltak? Ez is nagy kihívás volt, tehát úgy a korcsolya cipőt, mint a pengét elég nehéz volt beszerezni, de ahogy léptünk előre, és egyre ismertebbé váltunk, azért abban a világban is már kaptunk a gyártól pengét, viszont a korcsolya cipő, az ugye abban az időben még egyértelműen csak bőrből készült, és itt az osztrák határ mellett egy kis faluban, Kirschlágban volt egy nagyon ügyes mesterember, aki csinálta a korcsolyacipőket. És nekem elég érdekes a boka felépítésem, mindenféle csontok állnak jobbra-balra, úgyhogy azt csináltuk, hogy édesapám, aki orvos volt, begipszelte a lábamat, aztán levágtuk a gipszet, és kivittük a gipszet magunkkal, és annak alapján, annak a mintájára csinálták meg az én kaptafámat, ami nagyon megkönnyítette az életemet, amikor elkészült a cipő, mert ez egy borzasztó nehéz dolog volt betörni egy nagyon kemény bőrcipőt. Tehát tulajdonképpen mire az kényelmessé vált, már tönkre is ment. Így viszont akkor volt a te lábadra készített. Így van. Hogy találtatok rá az osztrák faluban a határ mellett? Ez ilyen szájhagyomány útján, mert azért itthon a versenyzők már egyértelműen oda jártak, tehát akik már jegyzett versenyzők voltak, ők ott rendelték a cipőket. Ugrunk egyet az időben, mert mondtam, hogy én szeretnék az olimpiáról beszélgetni. Én direkt utána néztem, hogy a 80-as téli olimpián milyen nemzetek indultak, hány versenyzővel. És most például Csehszlovákiát említetted, akkor még volt ilyen, hogy Csehszlovákia, és 40 fölötti versenyzővel indultak el ezen a téli olimpián. A Szovjetunióról nem is beszélek, ott majdnem 100-an indultak. Magyarországról 2 darab versenyző volt, és azok ti voltatok ketten.
Azért ez, tehát nem egy ilyen jelentős nagy küldöttség a többihez képest. Mekkora esélyekkel indultatok neki? Picit visszaugrom. Életünk első olimpiáján 76-ban Innsbruckban még hárman voltunk a Vajda Lacival, egyéni műkorcsolyában indult. Ott mi ötödikek lettünk, és a második olimpiára Laci már abba hagyta. Tehát akkor nálunk nem volt más korcsolyázó, nem voltak síelők. Hát igen, tényleg sportokban nem voltunk erősek. Így van, így van. Úgyhogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, és egy óriási felelősség volt egy olimpián Magyarországot kettesben képviselni. Úgyhogy ez egy csodaérzés is volt, és mi voltunk kihirdetetten a legkisebb csapat, és a legeredményesebb is, mert a legkisebb csapat rögtön nyert egy ezüstöt. Ami ráadásul olyan ezüst, hogy akár arany is lehetett volna. Csak ott a politika, jó, ez szerintem megvan mind a mai napig, de ott azért elég erősen közbeszólt. Tehát, hogy állítólag ugye a szovjetek, akik elsők lettek, nem csinálták olyan szépen az ő versenyüket, mint amilyen jól csináltátok ti. Hát igen, sajnos ebben rengeteg volt a sportpolitika, szóval kár ezt így, hogy kénytelen az ember kimondani, de amikor abban a korban mi két szovjet párral küszködtünk a dobogó fokaiért, akkor azért... Kimondatlanul az embernek tudnia kellett az, hogy itt valami isteni csodának kellene ahhoz történnie, hogy... De hát mindez Amerikában. Igen, igen. De egyébként ebben a második helyben rengeteg ha van. Például, ha az angol bírónő el tudja dönteni, hogy kit hoz elsőnek, és nem egálba hoz minket a szovjet párral. Ha az a német bíró, aki világéletünkben minket szeretett és pontozott jobban, ha ő úgy dönt, akkor is. Szóval ott annyi minden ha volt, és az még a régi pontozásos rendszerben ment, a 6,0-ásban, és ott főleg a helyezési számok számítottak. Tehát amikor minket a szovjet pontozó letett a harmadik helyre, akkor annyira lerontotta ezzel a mi helyezési számunkat, és a mi pontozónőnk nagyon korrektül őket a második helyre tette. Úgyhogy azért mondom, hogy itt annyi ha volt a dologban, hogy... Akkor csak, hogy ezt is értsük, a pontozók a világversenyeken általában ugyanazok voltak? Mert most azt mondtad, hogy a német pontozóbíró általában szeretett titeket. Ez azt jelenti, hogy más versenyeken is találkoztatok már vele? Ez így van, igen. A nemzetközi, tehát azon a szinten Európa világbajnokság, olimpia, ott forgott egy ilyen, most nagyságrendet mondok, 40-50 emberből álló gárda, akik olyan szintű minősítéssel rendelkeztek, hogy ezeken a világversenyeken pontozhattak. Természetesen mindenki mindenkit ismer. Természetesen mindenki mindenkit pontozott már. Vagy egy-két szezonnal előtte, vagy abban a szezonban egy másik nemzetközi versenyen. Tehát ilyen szempontból nagy meglepetés nem ért minket. Amikor ti ott a jégen vagytok, akkor voltatok, bocsánat, hogy jelen időben mondom, csak azt képzelem, hogy ti ott éppen a dolgotokat végzitek, azt érzitek, vagy éreztétek, hogy mennyire vagytok jók? Én azt hiszem, hogy minden sportolónak van egy ilyen érzése, hogy most mit nyújtottam, mit produkáltam. Van annyi önkontrollja az embernek, meg tapasztalata, hogy igen, azt úgy lehet érezni. És igen, mi úgy éreztük, hogy életünk legjobbját nyújtottuk az olimpián. És amikor kihirdették, amikor megtudtátok, hogy ezzel idézőjelben csak az ezüstérmet hozzátok, akkor ez ilyen csalódás érzés volt? Vagy azért tudtatok annak örülni? Igen is, meg nem is. Tehát azt az érzést, mintha az embert gyomron rúgta volna 5 ló, szóval ez körülbelül egy olyan érzés. Annál is inkább, mert az én édesanyám, aki a mi edzőnk is volt, próbált minket egy kicsit burokban tartani, tehát hogy ne lássuk az összes csúnyaságot, ami ennek a pontozásos sportágnak a hátránya. Tehát próbálta eltakargatni ezeket a dolgokat, de hát szembesülni kellett a végeredménnyel.
És hát elég nagy felhördülés volt, azt kell mondjam. De az szó szerint, tehát, hogy a közönség ott a csarnokban hangot adott ennek a nem tetszésnek? Igen, hát mi óriási vastapsot kaptunk, és az első helyezett egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kedves, de szóval nem... Nem egy kitörő üdvrivalgás volt, amikor őket a jégre szólították. És hát utána is a Lord Killanin, aki az akkori Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke volt, az olimpia botrányának nevezte, hogy mi lettünk a másodikok. Az amerikai sportkommentátor, amikor álltunk a dobogón és mutatták, akkor csak a magyar zászlót mutatták, és akkor ránk fókuszáltak, és azt mondta, hogy kérem szépen, itt van az a kettős, akinek ezt a versenyt meg kellett volna nyernie. Hát ettől még most és hát ezt mind utólag tudtuk igen. meg természetesen. Hát ez volt. És akkor két héttel később, ugyanavval a programmal, ugyanabban a társaságban sikerült megnyernünk a világbajnokságot. Regülci Krisztinával beszélgetek, még nekem is könyvbe lábod a szemem, ahogy ezt elmeséled, hogy 80 maradt a téli olimpián, nem sikerült az arany, és nem rajtatok múlt, és ez tök dühítő, hogy az ember mindent megtesz, és nem még sincs befolyása arra, hogy aztán a pontozóbírók hogy döntenek. Az, hogy aztán később a világbajnokságon nyerni tudtatok, abban ez benne volt? Ugyanezek a pontozó bírók voltak, vagy bírák voltak, akik döntöttek arról, hogy ott viszont ti voltatok a legjobbak? Ezt nem tudom pontosan megmondani, ezt vissza kéne nézzem, de nyilván voltak közöttük, hogy ugyanaz a gárda volt, ezt nem tudom megmondani. De ez az egész pontozásos verseny világa más. Tehát ebbe az ember úgy belenő gyerekkorától kezdve, és abban az időben ugye még más volt a világ, akkor az ember 1000%-ig elfogadta a pontozók döntését. Tehát akkor még nem volt benne a levegőben az, hogy megkérdőjelezzük, hogy most mi a helyzet. Ők így döntöttek, mi fejet hajtottunk, és ez volt a pontozásos versenyek sajátossága. És talán a sporti diplomácia sem volt olyan magas fokon, hogy a sportvezetők hát, oda hogy csapjanak hát, az asztalra. Hogy hátul mik mentek ebbe, inkább nem menjünk bele, de na. De kárpótolt titeket az, hogy aztán egy ilyen olimpia után a világbajnokságot viszont meg tudtátok nyerni? Igen, de ez egy óriási felelősség volt, tehát annyira benne volt a levegőben az olimpián, hogy nekünk kellett volna nyernünk, hogy nem akartuk, hogy véletlenül is az történjen, hogy most nagyon idézőjelben, hogy ajándékba kapjuk a világbajnokságot. Ja, kárpótlásként, igen. Tehát nagyon-nagyon koncentráltunk, és talán azért is érzem a mai napig is azt, hogy sokkal jobb volt az olimpiai programunk, mert a VB programunk annyira fegyelmezett volt, és annyira koncentrált volt, hogy talán az az icipici szív és lélek hiányzott belőle, amit egyébként ezerrel tudtunk volna adni, de itt annyira odafigyeltünk, hogy nehogy bármi kis probléma, kis baki közben jöjjön, hogy nehogy azt mondhassák, hogy. Nem töri meg ez az embert, hogy ahogy aztán egyszer csak elkezd nem hinni abban, hogy ez a verseny tiszta tud maradni? Amikor egy ilyen megtörténik, akkor onnantól kezdve az embernek a kis ördög folyamatosan dolgozik, nem? Hogy mondjam, mi amikor kiléptünk a jégre, akkor ott megváltozott a világ. Tehát előtte kézenfogva, mint a két oroszlán a ketrezben mászkáltunk Bandival föl és alá, és hangolódtunk a versenyre és egymásra, és amikor kiléptünk a jégre, akkor az nekünk egy csodavilág volt. Akkor tényleg úgy éreztük, hogy kitettük a szívünket, lelkünket az ezüst tárcára, és mentünk, és élveztük, és valószínűleg ezt érezte a közönség, hogy mi is ezt mennyire szeretjük csinálni, és mennyire élvezzük. És a másik pedig, hogy annyira a sajátunkat adtuk mindig, tehát mi mindig a saját zenénket választottuk, a saját koreográfiánkat, a kosztümünket is mi terveztük, ha nem is mit csináltuk, de mi nagyon belefolytunk ebbe az egészbe. Az mit jelent, hogy a saját koreográfia, hogy konkrétan ti ketten voltatok a koreográfusok is, vagy volt mellettetek egy nagy stáb, hány fővel dolgoztatok? Ez is megint egy külön téma, ez a stáb dolog. Mi úgy dolgoztunk, hogy
voltunk mi ketten, volt az édesanyám, igen, volt a Beti Kelevé, aki hát egy pár hetet, vagy maximum egy-két hónapot egy egész szezonban tudtunk vele tölteni. Ő az angol edző, akiről korábban az angol edzőnünk, igen. Volt a Nagy Zoltán balettmesterünk, aki a kivitelezésben, a csiszolásban ütette föl az íre a pontot. Volt egy Tokodi Tibi nevű nagyon helyes fiatalember, aki jött és videózott minket, tehát na, az volt jó, a kontroll. Hogy ezt mondod, erre rá szerettem volna kérdezni. És igen, volt egy Gubicska Rózsika nevű tüneményes hölgy, aki az izomzatunkat tartotta rendben. Na, ez volt a mi nagy csapatunk. Ezt számoltam közben 7. Igen. És a koreográfia, na, jó csapat, a szovjetek pedig úgy dolgoztak, hogy megszámlálhatatlan koreográfus, megszámlálhatatlan ember a pálya különféle pontjain, hogy a melyik figura honnan, hogy néz ki, és szóval ott az egy egész, az egész más világ volt, nem beszélve arról, hogy ott a korcsolyázókat a balettintézetből válogatták ki. No, szóval ez a mi kis csapatunk, a koreográfia úgy készült, hogy fölraktuk a zenét, amit választottunk, ami megint úgy készült, hogy specifikusan arra a szezonra. Tehát például, amikor volt Zágrábban az Európa-bajnokság és Bécsben a világbajnokság, erre készült az úgynevezett monarchia kűrünk. A Strauss és a magyar zenékkel, a természetesen a magyar csárdással. És ezt így heten egy vacsoraasztalnál így eldöntöttétek, vagy ki volt jelölve valaki ebből a 7 emberből, hogy akkor a te feladatot kitalálni a zenét? Nem, ez úgy volt, hogy rengeteg zenét hallgattunk, és abban az időben ugye ez szintén nagyon nehéz volt, mert nem volt internet, meg nem volt hozzáférés, meg alig lehetett bele hallgatni, tehát akkor lezárt lemezeket, igen, nem CD-ket, lemezeket, igen, meg kellett venni, tehát hogyha volt rajta valami a hátlapján, amit a címe alapján gondoltunk, hogy hű, ezt jól lenne, ezt meg kellett venni. És akkor azt még valahogy az akkori technikával rámásolni valamire, amit el lehet vinni a versenyre. Meg ki lehet vinni a gyakorolni. Ezt még megelőzte az, hogy a Magyar Rádióban Kutasi Feri vágta a zenénket. Tehát elvárás volt, hogy többféle zenéből, akkor még az volt a divat, többféle zenéből tevődött össze ez a 4 perces program, és akkor azt hangra összevágta, vagy összemosta, vagy ahogy éppen kellett. Tehát ez volt a zene, igen, az első lépés. Akkor ment a zene, és Bandival mi vettük egymást a jégen, anya meg kint, ez jó, ez még egyszer. És akkor már nem biztos, hogy emlékeztünk rá, hogy az hogy volt. és ezért kellett a videós. Igen, a videós, meg aztán már a kidolgozás részénél. Voltak olyan zenék, amik, hát például az utolsó évünkben a féltékenység tangót, az körülbelül 35 perc alatt csináltuk meg. Az valahogy úgy jött, hogy szólt a zene, és mit csináltuk, és úgy maradt. Aztán voltak darabok, amiket még a szezon közepén is cserélgettünk, mert valahogy nem volt kényelmes, nem volt az igazi, akkor még mindig változtatgattunk rajta. Regőci Krisztinával beszélgettek, és egy olyan világba tekintünk bele, amit mi kívülről láttunk, és mindig azt láttuk, hogy ti mosolyogva vagytok ott a jégen, és mindig az eredményhirdetésnél és a pontozás alatt is ti mindig mosolyogtok, tehát nyilván baromi sok munka előzte meg azt, hogy ti ott mosolyogva tudjatok állni. És az előbb már beszéltünk arról, hogy jelen pillanatban is az van, hogy téged megismernek, és simogatnak, és beszélnek, de akkor a népszerűséget hogy tudtátok kezelni? Mert nyilván a versenyek és a sikerek kapcsán aztán főleg örültek nektek, ha megláttak titeket. Ez nekünk mindig egy borzasztó öröm volt, tehát soha nem éreztük terhesnek, a mai napig is... Hogyha még akkor is, hogyha összekevernek, mert csak tudják, hogy emlékeznek, meg valahonnan ismerős vagyok, de leszólítanak, beszél. Tehát nekem ez mindig egy óriási öröm és egy nagyon nagy megtiszteltetés. Tehát mi soha nem éreztük azt, hogy terhes, vagy hagyjanak már békén, vagy soha ilyen nem volt. Úgyhogy mi végtelenül örülünk, és ez nekünk, most ez nagyon csúnya szó, de ez a fizetség azért a rengeteg munkáért, hogy szeretnek és megismernek.
És nyilván már akkor is úgy volt, hogy voltak azok a csapatsportágak, amelyek sokkal népszerűbbek voltak mindig is, a foci, a kézilabda. És hát azért ti olyan eredményeket hoztatok már akkor is, ami egyedülálló volt, hogy ezt valahogy bárki éreztette veletek, hogy ti tényleg olyan minőséget képviseltek Magyarországon a sportban, és most teljesen mindegy a sportág, amit másoknak nem ennyire egyértelmű másoktól? Tehát ezt valahogy állami kitüntetésekben, vagy egyáltalán a közönség részéről volt ilyen elismerés? A közönség részéről igen. Magyarországon, most ezt nagyon diplomatikusan szépen kell valahogy mondjam, a téli sportok mindig egy picit háttérbe szorultak, mert nem voltak olyan hagyományaink. Azt hiszem, ezt a mai napig is el lehet mondani. Van egy ilyen kiugróbb eredmény, ott volt az Almási Zsuzsi, utánunk ott voltak az Engi Kláriék, ott volt a Vajda Laci velünk egy időben, aki az első triplát landolta a jégen, de ezt úgy elfelejtették már. Akkor itt vannak most a Liu testvérek. A Liu testvérek. Akik már nincsenek itt. Akik már nincsenek, igen. Úgyhogy tényleg ez a helyzet, hogy a téli sportokban, de hát ez az ország adottsága, hát nincsenek olyan hegyeink. Én ezt mindig mondtam, amíg még nem volt fedett pályánk, hogy fedett pályát tudunk építeni, hegyeket nem tudunk idehozni. Amikor aztán eljött az az idő, hogy mondjuk át kellett adni a stafétabotot, voltak, akik jöttek mögöttetek, akik azt mondták, hogy igen, mi azért kezdtünk el ezzel a sportággal foglalkozni, mert láttuk a ti sikereteket. Volt utánpótlás? Engi Klári, Tóth Attila, igen, de én abban bíztam volna akkor, hogy sokkal több fiatal lesz, aki jön, de valahogy nem így lett. Valahogy nem tudom, nem tudták az edzők, vagy nem tudom, nem kapták el azt a hullámot, amin az utánpótlást lehetett volna jobban nevelni, vagy oda csalogatni, úgyhogy én ezt egy picit kevésnek éreztem, és én a mai napig is úgy érzem, hogy nagyon kevés a jégen a gyerek, és kevés az utánpótlás. És aki jégre megy, az lehet, hogy inkább jégkorongozik. Azt is, de nagyon nehéz dolog ez a jég, mert a mai világban a fiatalok ugye hozzászoktak ehhez a gyors élethez, és hozzászoktak ahhoz, hogy minden tegnap előtt szeretnének. És amikor az ember elmeséli nekik, hogy az 10 plusz évbe fog telni, hogy egyáltalán olyan szinten megtanuljanak korcsolyázni, hogy világversenyekre kijuthatnak, az már nem szimpatikus a mai fiataloknak, és aztán eljön az a bizonyos 18 éves kor, amikor választani kell, hogy teljes bedobással versenyző leszek, vagy teljes bedobással tovább tanulok. Úgyhogy nehéz kérdés. Az előbb mondtad, említetted, hogy igazából nektek az volt a fizetség, hogy a közönség szeretett titeket. De aztán eljött az a pillanat, amikor tényleg pénzé lehetett tenni, vagy mondjuk profitálni lehetett abból, hogy ti tudtok valamit a világon egyedülállóan, és akkor mentetek el Amerikába ilyen revű műsorokba. Azt csak ti csináltátok, vagy mondjuk ugyanúgy a szovjet párost is hívták? Tehát hogy kerültetek ti ebbe az egész világba bele? Volt a világban 3-4 nagyon híres, jó nevű jégrevű. Mi mindegyiktől kaptunk ajánlatot, megkeresést, és mi akkor azért választottuk Amerikát, mert úgy voltunk vele, hogy talán ide Európába azért több helyre el tudunk jutni, és ez egy óriási lehetőség volt, hogy tetőtől talpig, keresztbe, kasul Amerikát, Kanadát végig tudtuk járni. És mi tényleg azt csináltuk, hogy mi voltunk a revű sztárjai, és hétfő volt a szabad napunk, de általában minket előre küldtek, előre repítettek, hogy csináljuk a hirdetéseket, a promóciókat a következő városban, ahová mentünk. A szabad napon is tulajdonképpen dolgozni kellett, csak nem a jégen. Így van, de amikor szabad időnk volt, akkor igyekeztünk Bandival, béreltünk autót, elmentünk, megnéztük, jöttünk, mentünk. Tehát mi nem azt a revűs életet éltük, amit a 80%-a a társaságnak, hogy előadás után ilyen bár olyan szórakozás, és akkor délig alvás. Mások dorbézoltak egy kicsit. Igen, igen. Mi igyekeztünk megnézni mindent, amit lehetett.
És hát ugye mindez történt akkor, amikor itt még a szocializmust éltük, tehát nem volt olyan egyértelmű, hogy az ember csak úgy kimehet Amerikába dolgozni, munkát vállalni. Igen, ez nagyon érdekes, hogy említett. Tulajdonképpen Taróczi Balázs után mi voltunk a másodikok, akiket Budapista bácsi, ő volt akkor az OTSH elnöke, elengedett minket. És, de az amerikaiaknak eleve az OTSH-tól kellett titeket kikérni? Vagy személyesen titeket keresett meg? Vagy ez hogy működött akkor? Nem, tulajdonképpen minket direkt bekerestek meg, csak nekünk kellett engedélyt kérni ahhoz, hogy mehessünk. És ez nagyon érdekes helyzet volt, mert ugye erre nem nagyon volt példa, pláne nem a Korcsolya világában, úgyhogy mi az első évet, mint maciva, tehát cirkusz és varieté fellépőként mentünk, és aztán a második évre sikerült azt elintézni, hogy az OTSH átvett minket, és akkor tulajdonképpen az OTSH-n keresztül utaztunk és képviseltük. És amikor kimentetek, mennyi időt töltöttetek kint? Júliusban mentünk ki, július közepe vége felé, augusztusban voltak a próbák, augusztus legvégén volt a nyitás, és egészen május végéig. Karácsony előtt volt egy pár nap szünet, de karácsonykor már mentek az előadások, és ez azért ez egy nagyon érdekes és nagyon szép élet volt, de nagyon komoly munka. Hát és volt, addigra már nem is voltak versenyek, tehát akkor csak ezzel foglalkoztatok. Nem, csak ezzel foglalkoztunk. Mi úgy indultunk neki az utolsó évnek, 80-nak, hogy lesz, ami lesz, ez lesz az utolsó. Tehát ez nem is volt kérdés, és a revűben volt olyan hetünk, hogy 13-14 előadás volt egy héten. Atya úristen! Ami hát úgy jön ki, hogy ugye hétfőn nem, kedden nyitottunk, akkor volt olyan, hogy szerdán egy, csütörtökön kettő, pénteken kettő, szombat, vasárnap három-három előadás. És ezt mondjuk ugyanazon a helyen, vagy közben még azért utazgatni nem, kellett? Nem, ez ugyanazon a helyen. Aha. Minimum egy hetet voltunk minden városban, a nagyobb városokban két-három hetet töltöttünk. És ilyenkor ezeken az előadásokon mindig ugyanazt a műsort kellett adni? Igen, ez nagyon érdekes volt. Mindig ugyanazt a műsort kellett adni, mindig ugyanarra a zenére. Ugyanis ott nagyon komolyan vették a szakszervezeti munkát. Tehát például volt egy olyan eset, hogy azért mi lejárogattunk délután néha átvenni a dolgokat, kicsit edzegettünk, és nem tudva és nem gondolva ilyen dolgokra, fogtuk a saját, hogy hívják ezt magyarul? Bocsánat. Volt egy ilyen körzsámoly az egyik keringő részünkben, és fogtuk és betoltuk a jégre, hogy tudjunk gyakorolni. Hú, milyen letolást kaptunk, hogy mi most elvettük valakinek a munkáját. Ja, mert hogy ez valaki mert, másnak hogy ez a feladata lett volna. Így, igen. Úgyhogy, na, szóval ilyenekbe is bele kellett tanulni. Ez kemény. De ez egy nagyon érdekes, és egy csodálatos világ volt. Hála Istennek még abban az időben volt, amikor ezek az amerikai revük, ez tényleg egy olyan igazi amerikai revű, tehát több millió dolláros kosztümtárunk volt. És a végözve, a végözve egy belépő ruhám az valami álom volt, egy ekkora hatalmas kalappal, mögöttem a 3 méterrel csúszott a nagy kabát, amiben körbevonultam, azt aztán levettem, és utána jött a korizás, de tényleg egy csodálatos kiállítású, nagyon-nagyon szép és elegáns műsor volt. És gondolom ezt valami hatalmas jégcsarnokban rendszerint teltház előtt. Igen. Nagyon ritka volt az, hogy nem volt teltházunk. Magyarokkal találkoztatok akkor? Hát nyilván már akkor is éltek kint diszidensek, akik Amerikában végre láthattak magyarokat. Persze, és nagyon érdekes, rengeteg helyen a magyar klubok megszervezték, és meghívtak minket, és voltak kis összejövetelek, vagy csoportosan ők jöttek el minket megnézni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok, nagyon szép élményünk volt abban a két évben. Regőci Krisztinával beszélgetünk, hihetetlen, hogy alig jutunk el a mához, mert annyira érdekes ez a sztori, és még mindig van kérdésem Amerikával kapcsolatban, hogyha ennyi munkát kaptatok, és ennyire megbecsültek titeket, szerettek titeket, az nem merült fel, hogy esetleg ott maradtok?
Úgy maradtunk ott, hogy a revű után ugye hazajöttünk, és akkor még visszajártunk profi versenyezni. Tehát az itt viszonylag kevésbé hangzott el itthon, hogy még kétszer profi, sőt háromszor profi világbajnokságot is nyertünk. Ez miben különbözik, bocsánat, attól, mint amit azelőtt csináltatok? Hát, hogy nem amatőr, hanem egy profi világbajnokság. Más a szervezés, mások a körülmények, mások a kihívások. A versenyzők is mások? A versenyzők, igen. A versenyzők közül sokan voltak régi amatőrök, de voltak olyanok is, akik egyáltalán nem indultak amatőr világbajnokságon, vagy mi nem találkoztunk velük. Ez is egy érdekes időszak volt, de közben mi már itthon voltunk, én itt már elkezdtem tanítani, Bandi elkezdte az antiküzletét, én elkezdtem főiskolára járni, mert ugye az orvosit nem tudtam folytatni. Úgyhogy beindult egy beletanulás az életbe című történet, és aztán utána két vagy három évig voltam itthon, amikor kaptam a meghívást a bostoni Korcsolya klubtól, hogy menjek ki és legyek ott a vezetőedzőjük. És én akkor visszamentem, és 13 évet éltem kint, miután aztán végleg visszajöttem haza. Mi hozott haza? Hát a magyar szívem, a magyar lelkem. Jött egy olyan élethelyzet, hogy tudtam váltani. Az a pár, akivel nagyon sokat dolgoztam, ők abba hagyták. Tehát jött egy olyan helyzet, egy olyan lehetőség, hogy lehetett választani, és akkor én jöttem. Mi ennek örülünk, hogy láthatunk. És én azért így, ahogy készültem erre a beszélgetésre, látom, hogy azért még mindig nagyon kíváncsiak rád, és sok ilyen szereplést válasz. Ez neked természetes, hogy még mindig kíváncsiak ezekre a történetekre? Az elmúlt egy évben például ezeket a sztorikat hányszor kellett elmesélni? Valahogy minden beszélgetés más. Lehet, hogy a mag, ugye az olimpia, világbajnokság, stb. Az ugyanaz, de minden kérdező más, minden szituáció más, és én rettenetesen élvezem, és nagyon örülök, hogy emlékeznek ránk, és nagyon örülök a megkereséseknek, az embereknek, a krisztikézésnek, a piacon a hölgyeknek, úgyhogy ez egy nagyon szép rész. És olyan is van, hogy Andrással együtt hívnak titeket szerepelni? Persze, természetes, és ahogy össze tudjuk egyeztetni, mert András még rengeteget utazik, ő még aktívan dolgozik a Nemzetközi Szövetségnél, úgyhogy amikor össze tudjuk egyeztetni, akkor együtt megyünk természetesen. Gondolom nem én vagyok az első, aki ezt megkérdezi, hogy mikor volt utoljára Korcsolya a lábadon? A sajnos régen. Ez ott kezdődött, hogy ugye volt az a bizonyos comnyaktörésem, mert aki nem tud korizni, az ne menjen a jégre. Na, én ezért nem megyek. De. Na, nem. Szóval komolyra véve a szót, kineveztek a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség sportigazgatójává, és így összeférhetetlenné vált a tanítás és ez a munka. Amit én rettenetesen sajnáltam, mert óriási volt a megtiszteltetés, nagyon nagy volt a kihívás, nagyon élveztem, de én a szívemben, lelkemben, a negyedik generációs pedagógus család sarja, én imádok tanítani. Úgyhogy nekem rettenetesen hiányzott a gyerekek közelsége, az, hogy lássam a kis szemükben a felcsillanó értelmet, hogy megértették, hogy mit kérek tőlük. És hát akkor ezen keresztül egyre kevesebbet voltam jégen. És hát drága Németh Angéla barátnőm mondta mindig, hogy atletizálgatni nem lehet. Értem. És ez a korival is így van, hogy az is egy óriási öröm, ha kimegyünk a műjégre, és ott a csodálatos napsütésben, a tömegben körbe csúszkálunk, de az már nem az. De a vágy megvan benned, hogy mondjuk, ha megint előfordulna, hogy befagy a Balaton, nem is tudom, 5 éve, 6 éve nem fagyott, de lehet, hogy már régebb óta, akkor úgy ilyenkor eszedbe jut, hogy milyen jó lenne rámenni? De eszembe jut, de inkább az van, hogy rengeteget álmodom avval, hogy még edzünk, és még korizunk, és verseny van, és nem szólal meg a zene, és ilyen dolgok úgy előjönnek. De az már úgy ritkábban, hogy kimenni, mert
Mert az más. Tehát ahhoz, hogy olyan szinten tudnánk korizni, ahhoz ugyanúgy el kéne tölteni az egész életünket a jégen, hogy... Igen. Hogy izomzatilag és egyáltalán azt hozni tudjuk, és hát azért az idő múlik. Rajtad ez nem látszik, hál' Istennek. És hát én köszönöm. Azt, egyrészt az, hogy most eljöttél és meséltél, másrészt meg én is köszönöm az élményt. Hát nyilván én még gyerek voltam, amikor ti már világsztárok voltatok, de nem volt olyan nem tudom, jégtánc verseny, amit az én édesanyám ne nézett volna meg. Tehát ő nem volt nagy tévés, meg nem volt nagy sportrajongó, de a jégtáncot mindig nézte, sőt szerintem még mindig nézi a tévében, ha még vannak ilyenek. Úgyhogy azt is köszönöm, hogy ekkora élményt szereztetek édesanyámnak. Meg hát mindent. Nagyon szépen köszönöm. Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.